az agrárium idei változásai közül a családi gazdaságok létrehozása váltotta ki a legnagyobb érdeklődést. Január végén vált véglegessé, hogyan alakul a gazdálkodók adózása. Tény, hogy aktív kereső ugyanúgy lehet családi gazdálkodó, mint nyugdíjas vagy rokkant nyugdíjas. Éppen ez a sokszínűség okozta a kételyeket. A gazdák tartottak attól, hogy az adózás kedvezőtlenül alakul. Nem így történt. Az APEC határozata alapján a családi gazdálkodók hasonló módon fizetnek majd a nyerességük után, mint az őstermelők. Ez azt jelenti, hogy a gazdaság résztvevői fejenként 6 millió forintnyi nyerességig nem kell, hogy adózzanak, továbbá a bevétel 40%-át számla nélkül leírhatják. A Vaha Kálmán által Máté Szalkán tartott agrárfórumon kiderült, hatalmas az érdeklődés a támogatások iránt a térségben. A szatmáriak egy része át kíván térni a biogazdálkodásra, amit ugyancsak támogat a kormány. A földvásárlásra meghirdetett kamatmentes hiteleket a Konzumbanktól lehet majd igénybe venni.